Május 12-én Sziszeken ünnepélyes keretek között aláírták a Magyarország kormánya által a Petrinyai első számú általános iskola, valamint a Zsázsinai Szent Miklós és Vitus templom újjáépítésére vonatkozó magyar felajánlást rögzítő jegyzőkönyveket. A magyar delegáció meg is tekintette az említett helyszíneket. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter januári látogatása során fejezte ki Magyarország együttérzését a földrengés sújtotta övezet lakóival és Horvátországgal. Akkor jelentette be, hogy segítik a földrengés károsultjait Sziszek Monoszló megyében, valamint hogy a magyar kormány vállalja Petrinyában az első általános iskola, valamint a Zsázsinai Szent Miklós és Szent Vid templom felújítását. Május 12-én Sziszeken került sor az újjáépítésre vonatkozó jegyzőkönyvek ünnepélyes aláírására. Ja sam danas izuzetno sretan, srce mi je puno. Ako se kaže da se u nevolji prepoznaju prijatelji, mi smo doista imali pruženu ruku od mnogih prijatelja nakon što nas je zahvatila ova nesreća sa potresom, međutim, apsolutno Republika Mađarska je pokazala da zaista ima najveće srce i potpisivanje današnjeg ugovora u stvari svjedoči kolika je dimenzija mađarske pomoći i Hrvatskoj državi, a pogotovo našim pogođenim sugrađanima na prostoru koje je ovaj potres zahvatio. A jegyzőkönyv, amit most alá fogunk írni, az már nem a károk enyhítéséről és a sérült családok megsegítéséről szól. Az a munka, amit most elkezdtünk, az már egy új korszak első lépése az újjáépítés szakaszáé, mondta az aláírás előtti sajtótájékoztatón dr. Balogh Csaba, a külgazdasági és külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. Azt gondolom, hogy nem véletlenül beszéltük meg horvát barátainkkal, hogy egy templomot és egy iskolát fog újjáépíteni Magyarország, hiszen a templom és az iskola minden közösségnek a központja, szíve és lelke. Így ez a két épület, ez nem csak a magyar-horvát barátságot fogja jelképezni, hanem a helyi közösségek élni akarását, helyben maradását és a megújulását. A magyar kormány a lebonyolítással a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet bízta meg, amely már nehezebb körülmények között is sikeresen bonyolított le hasonló projekteket. 30 éves a segélyszervezetünk, és sok hasonló projektet bonyolítottunk már le a világban, tehát ez azért alapvetően nem újdonság számunkra. Azért itt a különlegesség mégiscsak az, hogy egy szomszédos országról van szó, és hát nagyon komoly pusztításokat láttunk a mai napon, a helyszíneket is bejártok. Én most már többedik alkalommal vagyok itt, és látom azt, hogy milyen erővel folynak a munkálatok, hogy a terület minél előbb meg legyen tisztítva, és elinduljon ténylegesen a károk helyreállítása. A magyar kormány egy nagyon jelentős támogatással segíti a helyreállítást. Ez az összes adomány közül a legkiemelkedőbb, amit Horvátország kapott. És ebben a mi szerepünk annyi, hogy menedzseljünk egy olyan építkezést, aminek két fókusza van, az egyik egy általános és középiskolának a megépítése, a másik pedig egy templomnak a újjáépítése, mert gyakorlatilag nem lehet már újjáépíteni, hanem egy templomnak a megépítése. Mi azon vagyunk, hogy minél előbb menjen. Reméljük, hogy a horvát fél is megtesz mindent annak érdekében, hogy az engedélyeztetési eljárások, amelyek sok esetben nagyon bonyolultak, de talán most mindenki egy kicsit másképp áll ehhez a történethez, és azt mondja, hogy ezt most akkor kiemelt gyorsasággal fogja segíteni. A két feladat megvalósítására egy tapasztalt magyar céget bíznának meg, amelynek már sok hasonló projektje volt az anyaországban és azon kívül is. Az iskola esetében már rendelkeznek megfelelő tervekkel, és a horvát féllel való megegyezés után megkezdődhet a kivitelezés is. Az új templom esetében pedig a püspökséggel egyeztetnek. A terv egy családias, belakható és közösségteremtő erővel bíró templom megépítése.